Áhoj! Üdvözlök újra mindenkit a csatornán, ez itt a Dublinba ment a Márta, és ha valaki esetleg most tévedne ide és nem tudja, hogy ki vagyok, akkor kezdeném is egy bemutatkozással. Én Márti vagyok, és jelenleg Dublinban tanulok, és pont ebből kifolyólag, valamint azért, mert az én utam eléggé göröngyös volt, ami ide vezetett, szerettem volna elindítani egy olyan csatornát, ahol külföldi továbbtanulás minden aspektusáról beszélek, és ehhez kapcsolódóan van egy blogom is. Hát ez egy ilyen mission most, hogy minél több dolgot meg tudjak veletek osztani, és segíteni azoknak, akik arra készülnek, hogy külföldre menjenek tovább tanulni. A mai videóban elég sok mindent kell elmondanom, viszont próbálom rövidre fogni, mert az előző videó az rettenetesen hosszú lett, az inkább egy ilyen podcast. Ha még nem nézted meg, akkor nézd meg, ha érdekel, a motivációról beszélek, és arról, hogy hogyan tudod kint magadat egyedül motiválni. Viszont itt a mai részben gyorsan kezdeném is két dologgal. Egyrészt, mivel éppen hát egy ilyen kis délelőtti snacket eszem, arra gondoltam, hogy elmondom gyorsan, hogy ha Instagramon bekövettek, a Dublinba ment a Márta névem, akkor látni fogjátok, hogy létrehoztam egy új highlightot, amiben összegyűjtöm az összes olyan posztot, amiben recepteket és diákok által elkészíthető ételeket osztom meg veletek, képekkel, ötletekkel, és itt is YouTube-on videókkal, azaz elindítottam múlt héten, azt hiszem, igen, múlt héten, ez az új lejátszási listámat, ami konkrétan diákoknak szóló ételek, receptek gyűjteménye lesz, és ezt úgy neveztem el, hogy diák ételek per diák életek. Úgyhogy nézzétek meg a benne az első videót, ami egy gyors hétvégi ebéd. És az utolsó dolog, amit így promóznék a videó elején, mielőtt belevágunk, az az, hogy a mai videót az külön úgy készítettem el, hogy összefüggésben legyen azzal a blogposzttal, amit ezzel egy időben fogok kitenni, ami nem más, mint hogy hogyan jegyzetelj és tanulj angolul, hogyha nem az az anyanyelved. Szóval nekünk magyar diákoknak milyen az, vagyis hogyan működik, hogyha külföldre kimész, akkor angol nyelven jegyzetelj az egyetemen. Úgyhogy remélem, hogy ez nagyon hasznos, itt is fogok egy pár dolgot elmondani abból a cikkből, viszont ott mindent részletesen összeszedtem, és nagyon sok példát hoztam, úgyhogy ha az érdekel, akkor mindenképp kattints át oda, majd meg fogom adni a direkt linkjét annak a cikknek a leírásban. És az utolsó pedig, hogy ezzel kapcsolatban az angol nyelvtanulása, vagyis a nyelvhasználattal, igen, az angollal kapcsolatban már írtam egy blogbejegyzést, még nagyon az elején, és valahogy ez nektek rettenetesen tetszett, úgyhogy azt gondolom, hogy ez még mindig most is sokakat érinthet és érdekelhet, úgyhogy azt is le fogom tenni nektek oda a leírásba, úgyhogy nézzétek meg, az nem másról szól, mint hogy honnan tudod igaziból, hogy milyen az angolod, vagyis milyen helyzetekben derül ki majd, ha kimész, hogy mit tanítottak meg neked az iskolában, és igaziból mi az, amit használnod kell. Én nem hiszem azt, hogy ez olyan hatalmas probléma lenne, még úgy sem, hogy nekem ilyen berögzett problémám van az angolommal, vagyis mindig azt hiszem, hogy borzalmas, és hogy lehetne jobb, vagy hogy sosem lesz olyan jó, mint amennyire szeretném, vagy hogy megálltam egy szinten, és ez már nem fejlődik tovább. Szóval még az ilyesfajta kétségeim mellett is úgy gondolom, hogy maga az angolul jegyzetelés és tanulás az, ha bár az egyik legfontosabb része ennek a külföldi továbbtanulásnak, nem akkora probléma, mint ahogy kívülről látszik. Szerintem az első pár hét után teljesen bele lehet jönni, valamint megszokni azt, hogy ez ennek a módja, és hogy igenis van olyan, hogy nem értesz mindent, és hogy ez mostantól így lesz, és hogy neked mindent angolul kell prezentálnod, visszamondanod, megértened, elmagyaráznod, blablabla. Az a tapasztalatom, hogy az első fél év után úgy fogod érezni, mintha örökön-öröki angolul tanultál volna, amivel nehézségeid lehetnek, azok nyilván a számonkérések, vagy az első vizsgai időszak, vagy az első eszé, vagy az első laborjelentés. Hú, vagy nem tudom, az első előadás, akkor nagyon-nagyon izgultam. Én akkor úgy izgultam, hogy az előadás előtt véletlenül egy órával hamarabb érkeztem, mert elnéztem az időt, hogy mikor kéne indulnom.
Úgyhogy miután le tudod az összes ilyen elsőt, akkor szerintem már expertnek fogod magadat érezni a témában, és hát beleszoksz abba, hogy ez mostantól már csak így van. Azzal kezdeném, hogy elmesélem, hogy nekem nem ez volt a legeslegelső alkalom, amikor angolul kellett jegyzetelnem, amikor kijöttem, ugyanis jártam az egyik hát ilyen felkészítő iskolába, intézetbe, ami most nem mondanám el a sztoriát, ugyanis nem sokára jön egy olyan videó, amiben elmondom, hogy én milyen utat jártam be, és hogy jutottam el idáig. Az biztos, hogy engem ez az első sok, az, hogy ülök egy órán, és angolul kell jegyzetelnem, az nem itt kint élt, hanem még előtte 2 évvel, amikor is ülve egy ilyen kis csoportos órán, valaki elkezdte, és angolul beszélt hozzám egy órán keresztül, és akkor én ott ültem, és azon gondolkoztam, hogy na várjunk csak. Nekem ezt nem csak, hogy meg kell értenem, miközben ott ülök, hanem valahogy arra kéne törekednem, hogy otthon is értsem, hogy mi történt, hogy ne felejtsem-e, valamint a későbbiekben majd vissza is tudjam adni. Azaz, jegyzetelnem kéne. És akkor ott ültem, hogy de hogyan? Tehát teljesen nem voltam fogyva, és nem tudtam, hogy ez hogy működik. Rögtönözve igaziból emlékszem is, hogy így körbenéztem, hogy ki mit csinál, vagy ezt hogy kéne, és ilyen szavakat írtam le. Viszont azt is így takargattam, vagyis hogy többnyire mindig rátettem a kezem, mert hogy nagyon-nagyon sok olyan szó volt, aminek fogalmam sem volt a leírás módjáról, azaz, hogy hogy kell betűzni. És kicsit cikinek éreztem, hogy mi van, hogyha a mellettem ülő ránéz, és azt látja, hogy azt le se tudtam írni a témához szorosan kapcsolódó egyik fő kifejezést angolul. Úgyhogy ez az első pár hét, ott szerintem nagyon ilyen kritikus volt ebből a szempontból, viszont arra gondoltam, ha erről beszélek, akkor ti már tudni fogjátok, hogy mire számíthattok, vagyis hogy van egy ilyen, hát egy ilyen effektus, hogy az elején mindenki meg van lepődve, hiszen ez teljesen új, valamint szerintem ez a tendencia, a többség az takargatja, vagyis szégyenkezik a jegyzetelési stílusával, vagy az írásmódjával, vagy az írásának a helyességével kapcsolatban, ami egyáltalán nem jó így, és ha olvassátok a blogcikket, akkor erre mondok is egy megoldást, hogy mit csináljatok, mert nagyon egyszerűen át lehet fordítani ebből a szégyenkező és félő magatartásból egy elég erőteljes és jól működő technika által abba, hogy meg se kottyan az, hogyha nem tudod, hogy kell leírni egy angol szót. Valamint egy olyan tipp, amit azoknak ajánlok, akiknek még van egy nyaruk, majd a kimenetel előtt, és hát akár megerősítheti az önbizalmadat, és amit nem írtam le a cikkben, az lenne, hogy nézd meg olyan videókat, lehet ez akár YouTube videó, YouTube-on is nagyon sok olyan mondjuk neves egyetemek előadása van fent, ami téged érdekelhet, tehát nézd egy olyan videót abban a témában, amit tanulni fogsz, vagy szeretnél, és megállítás nélkül, mint hogyha te is ott lennél élőben, próbálj megjegyzetelni. És az elején ez tényleg nehezen fog menni, valamint szerintem hát elég kezdetleges jegyzetek fognak születni, mégis kicsit hát előre imitálod a helyzetet, hogy ne akkor találkozz a dologgal először, amikor szeptember első hetében beülsz az iskolapadba az egyetemen, és azon kapod magadat, hogy melletted mindenki más ezt jobban tudja, hiszen ezt tanulta vagy csinálta az eddigi életében. Amit még megjegyeznék, hogy angolul tanulni rettenetesen jó, főleg beleszokni a szakszavak használatába és a te tudományterületednek az angoljába, mivel kitárul a világ, nagyon sok elérhető forrásod lesz. Úgyhogy ezek lettek volna most így első körben a gondolataim az angol nyelven való továbbtanulásról, amiről még biztosan érkezik tartalom, mint ahogyan a mostani blog cikkem, úgyhogy mindenképp kattintsatok át oda, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mait, legyen szép hetetek! Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, úgyhogy akár itt kommentekben, akár a blogon kommentekben, vagy a legjobb hely, ahol megoszthatod a véleményedet, és ahol mindenki kíváncsi rá, az a Facebookos csoportunk, egy társalgó, ahol próbálom összegyűjteni az olyan diákokat, akik külföldre készülnek,
hogy ott aztán majd mindent megbeszélhessünk, és mindenki feltehesse a kérdését, vagy elmondhassa a véleményét, vagy a félelmeit, vagy ilyenek. Úgyhogy ha egy olyan személy vagy, aki tényleg érdeklődik a külföldi továbbtanulás iránt, akkor nagyon javaslom, hogy oda csatlakozz, és azt is, hogy légy aktív, és bátran hozd meg a véleményedet, mert nem veszek be mindenkit, hanem próbálom összegyűjteni azokat az embereket, akik hozzá tudnak tenni ehhez a formálódó közösséghez. Azt is nézd meg, és várlak vissza benneteket a következő videóval. Márti voltam, és sziasztok!